Mi, akik jólétben és békében élünk, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor egy gyermek hiány szenved a jó szóban, az ölelésben, az elfogadásban. Egy pár soros versre volt szükségem ahhoz, hogy megértsem. Arany Jánost mély beleérző képessége vezette abban, hogy meglássa és megírja az emberi szív mélységeit. Nagyon sok gyerekkel találkozik Csaba testvér. Mennyire olvasnak Aranyt, vagy hogyha esetleg olvasnak, mennyire fogja meg őket, mennyire tartja meg őket egy-egy mű? Én úgy látom, hogy a gyerek szeret játszani. És igazából végülis a költészet az egyfajta játék a szavakkal, a gondolatokkal. És úgy látom, hogy nagyon könnyen be lehet vinni őket ebbe a játékvárba. Tehát én úgy próbáltam nekik elmagyarázni, hogy hát az ember megjelent, hogy pongyoláb, olyan snasszul is, de úgy igazából egy kicsit, ha ad magára, tehát egy ünnepélyesebben felöltözik, na hát az mégiscsak ugye az lány, ugye azért vonzó, nem srácok is, hogy belőtt, na, séróval jobban mennek. Na most ugyanígy a gondolatainkat is hát be kéne lőjük, tehát hogy mondjam, hogy felöltöztessük a gondolatainkat költészetbe, szép ruhába. És azt láttam, hogy erre vevők a gyerekek. Eszembe is jut erről egy aranyvers. Úgy szól, hogy anyai gond, anyai báj, víraszt a bölcső felett, redős homlok, mosolygó száj, az aggódó szeretet. Kire így nap nem derül, szánd az árvát, könyörülj. Nagyon szép. Nagyon szép. Hát igen. Ki szeretné a másikból a költeményt, ugye Aranynak is. Ezt a részét említettem, hogy Jézus találkozik Saullal, párbeszéd kezdődik, elkezdi szeretni, és ebből a terroristából ugye megszületik a világtörténelem legszebb költeménye, legtöbb nyelvre lefordított, legtöbbször kiadott verse, a szeretet himnusz. És valahogy azt gondolom, hogy nekünk, akiknek talán nem adott Isten akkora a talentumot, valahol ez lenne a feladatunk, hogy meglássuk a mai kor Arany Jánosait gyerekekbe, és segítsük őket, biztassuk őket, bátorítsuk őket, hogy merjenek alkotni, merjék szebbé tenni a világunkat. Esetleg olyan gyerekek, akik sosem ismerték a szülét, vagy a szüleik lemondtak róla, nekik mit kell helyreállítani, hogy tudjanak a talentumaikkal foglalkozni? Hát én azt gondolom, hogy én mindig ezt szoktam mondani, jelszavam is, hogy Isten se lehetett nem terem. Tehát, hogy mindenkiben van valahol valami érték. Tehát, hogy ki tudná megmondani, hogy igen, a 21. század Arany Jánosa most a Nagyszalontán, vagy Kárpát-medence melyik szegeletében fog születni? Nem tudjuk. De az fontos, hogy nyissunk bátran feléjük, hogy minden gyereknek adjunk esélyt, lehetőséget arra, hogy ne csak írni tanuljon meg, hanem hogy a maga versekkel is ismerkedjen. Valahogy úgy érzem, a mai világban úgy hiányzik a poézis, a költészet, olyan prózaiak lettünk, olyan szárazak lettünk, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok nektek is, hogy tényleg Arany Jánost és vele együtt a költészetet, hogy egy kicsit próbáljátok a mi puritán prózai világunkba visszalapni. Minden egyes gyermek Isten drága ajándéka, hogy Arany Jánosnak megvolt ez a talentuma a költészetre, a szépre, a magyar nyelvnek az a művészi szinten gyakorlása. Valahogy úgy kellene minden gyereket segíteni, hogy te benned mi van. Mi az, amit Isten beléd ajándékként mindenki számára szánt. Hogy én hiszem, hogy valahol minden emberben ott van a szeretet himnusz. Na most nekünk az a dolgunk, hogy valahogy kipickáljuk belőled, vagy hogy biztassuk, hogy a te magad sajátos szeretet himnuszát
na, írd meg, mondd el, és akkor azt gondolom, a művész is boldog lesz, vagy aki ezt önmagát meg tudja valósítani, de a környezeté számára is, mert olyan érdekes, hogy bármit létrehozhatunk, minden előbb-utóbb összedől. Egy dolog, ami örök, az ember. Tehát, hogyha én egy gyereket, egy felnőttet segítek, hogy önmagát megvalósítsa, hogy megírja maga toldiát, hát az megmarad az örök életre. És az az illető majd az utolsó ételen szemben, és azt mondja, te, kösz szépen, nagyszerű. És azt gondolom, hogy Arany János nagysága pont ezen, vagy irodalomtörténész, hogy ezeket az örök emberi értékeket tudta megfogni, és nagyon szép ünneplő ruhába öltöztetve hát bemutatni nekünk. Beszélgettem egy tanárra, még egy 5-6 év, és ő mesélte, hogy ő tanított olyan iskolában, ahol ilyen nagyon hányatott sorsú gyerekekkel volt. És így például volt egy kislány, akinek az volt a története, hogy az édesapja ő először megölte az anyukáját, aztán őt kikötözte a radiátorhoz, és rágyújtotta a házat. Hogy ezen hogy tudja valaki magát túltenni? Hát, ha ezen leragad, akkor ott is fog maradni. Ha ő ezen túl tud lépni, akkor halad. Ugye Pilinszkinek van az a híres mondatot, beszélt egy pszichológussal, és mondta, nem szereti a pszichológusokat, és mi azért, mert ők elhitették velünk, hogy mindig minden problémát meg lehet oldani. Most én tökéletesen így gondolom, hogy nem lehet minden problémát megoldani. Tehát jön a múltkor egy kislány, ilyen 10 év körül is, nyári vakáció végén, és azt mondja, papbácsi, édesem, miért nem hívott fel engem vakációba? Most erre mit tudok mondani? Hát mondom, te milyen borzos vagy. Szóval nem is vagyok borzos, mondom, dehogy nem, jól összeborzoltam. Zorán egyet csavartam, feldobtam, kacagott, megölelt, puszült, mentünk tovább. Nem tudtam megoldani a feladatát, nem is próbáltam meg. Most mit mondjak, anyád egy kurva, vagy ez, mit mondjak, nem mondhatok én ilyen. De jó kedvel, derűvel, mi ne tudnánk tovább menni, nem? És azt gondolom, hogy valahol ezt nagyon meg kéne tanuljuk. Tehát, hogy én ezt a hasonlatot szoktam mondogatni a gyerekeknek, jön le a hegyi patak a Hargitán, és neki megy egy kőnek. És hát most megállhatna most ki az a hülye, ki ide rakta ezt a követ, meg egyáltalán a személyiségi jogaim, meg mit tudom, feljelentem Brüsszelbe, vagy ne. A patak egyet csobban mellette, felette, és megy tovább. Na, nem akad fel minden kövön.